Velem is előfordult, én is voltam felszolgáló, én is voltam a pályán, és vannak azok a gyökerek, akik fütyülnek, meg csettingetnek. Szerintem az, hogy valaki vendéglátásban dolgozik, fel kell nőnie a feladathoz, mégpedig ahhoz a feladathoz, hogy az egóját meg kell, hogy fogja, és ki kell dobni az ablakon munka alatt. Méghozzá azért, mert felszolgálásról van szó. Tehát te azért vagy ott, hogy valaki más jól érezze magát. Ez alázatot és empátiát követel. Ha ezek az értékek nincsenek meg benned, akkor igazából nincs helyed a vendéglátásban, ezt el kell, hogy fogadjad. És ezzel nincsen semmi gond, mert ez egy szakma. Ez egy csodálatos szakma, mert ugyanúgy, amikor elmennek hozzád a vendégek a lakásodra, és örülsz annak, hogy ott vannak, és főzőcs kézzel, ugyanez történik egy étteremben. Jön hozzád a vendég, aki jót akar enni, inni, ki akar kapcsolódni, jól akar érezni magát. Te azért vagy ott, hogy ezt megteremtsed neki. Tehát ennyire baromi egyszerű az egész. Hogyha ebből a felfogásból állsz neki, már is egy könnyebb felfogással indítod az egészet, és nem görcsölsz azon, hogy te most meg vagy alázva, vagy te most lejjebb kerültél a vendégnél. Ez szerintem nem így van, ez csak egy rossz gondolat. Nyilván vannak azok a vendégek, velem is előfordult, én is voltam felszolgáló, én is voltam a pályán, és vannak azok a gyökerek, akik fütyülnek, meg csettingetnek, mert látták a ponyveregényt, és mondják egy garson, és kurva vicces. Tehát, hogy vannak ilyenek, de ezeket én... Na most itt jönne be ugye ez a dolog, amiről beszélek, hogy az egót félrakod, és ezt az embert... Egyik füledemben, másikon ki. Én azt csináltam, hogy ezeket az embereket nem vettem észre. Tehát, hogy biztos, hogy hozzájuk mentem oda legutoljára, mert vagy legalábbis húztam az időt, mert kerülni akartam a konfliktust, mert tudja, hogy ha akkor oda megyek, mikor ezt chattinget, akkor forra vérem, és úgy vagyok ott az asztalnál, hogy látszik a testbeszédemen is, meg az arcomon is, hogy rájuk borítanám az asztalt. Annak meg semmi értelme. Inkább még kerültem 2 percig, és később mentem vissza. Ha a vendég ezt túltolja, és tényleg bunkon viselkedik, akkor szerintem a pályán kell, hogy legyen legalább egy darab tökös döntéshozónak, mert ezt nem várhatjuk el az összes felszolgálótól, hogy a barmokat kezelje. Viszont kell, hogy legyen szerintem egy tökös döntéshozónak a pályán, aki ilyenkor oda megy, és a vendéget félre tudja hívni, esetleg beszélni vele, hogy ez így igazából nálatok nem működik, a vendégek nem is szoktak nálatok viselkedni. Viszont ezt ugye mindenféleképpen tanúk nélkül, ez csak 4 szem közt az illető és a vezető között legyen megbeszélve valami zárt helyen. Szóval az egónak nincs helye a vendéglátásban, hogyha igazából ezt nem tudod félrakni, és nem tudsz alázattal, empátiával a vendégek jókedvében járni, akkor nincs helyed a vendéglátásban. A másik nagyon fontos, amit szerintem a felszolgálót megkülönbözteti, a jó felszolgálótól, a rossz felszolgálótól, hogy az a felszolgáló, amelyik jól csinálja a munkáját, az a vendég igényeit kielégíti, még azelőtt, hogy a vendég megmutatta volna azokat, vagy kérte volna azokat. Mire utalok? Például arra, hogy... Vacsora van, a vendégek boroznak a vacsora mellé, látod, hogy kifogyott a boros pohárból a bor, vagy a vizes pohárból a víz, és te odamész és rátöltesz. A vendég erre tudod, mit fog lépni? Meg fog jegyezni, hogy pont most akartam egy pohár bort kérni, vagy pont most akartam írni, de nem kell szólni a pincérnek, mert te láttad, hogy mire van szüksége, és kiszolgáltad azt. Na ez... az, ami egy jó felszolgálót, jó felszolgálóvá tesz szerintem. Záró megjegyzés, az egónak nincs helye a vendéglátásban. Te, hogy látod ezt a kérdést? Egyetértesz vele, vagy nem? Írjátok meg a kommentben. Köszi!